a Borsodabau-Zemplén megyei Tiszalucnagykösség Miskolctól, Tiszaújvárostól és Szerencstől is körülbelül 20 km távolságra található, a Harangod mező délkeleti részén, a Takta-Holtiszai torkolatánál. Tiszalúc és környéke ősidők óta lakott hely volt, a település az élő Tisza partján alakult ki. A szeszélyesen kanyargó folyószakasz, a Tiszamente egyik legárvízveszélyesebb szakasza volt. Innen zúdultak le az áradások az Alföld felé. A Tisza szabályozása után a nagyközség szerepe a vízi közlekedés szempontjából háttérbe szorult, de talán éppennek köszönhető a természetvédelmi értéke, amelyet elsősorban a víztér és közvetlen környezetének mozaikossága ad. Ez teszi lehetővé a színes élővilág fennmaradását. A nagy vízterület változatos élőhelyet nyújt az itt élő halaknak, ami a horgászható fajok mellett természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű fajok számában is megmutatkozik, mint például a harcsa, a csuka, a süllő, a ponty vagy a szivárványos ökle. A medrecszegélyező nádasok és erdőfoltok fontos költőhelyet biztosítanak számos védett és fokozottan védett madárfajnak is, mint a bakcsó, jégmadár vagy a vízityúk. A holtág ugyanakkor olyan védett hüllőknek és kétéltűeknek is otthont biztosít, mint a zöld leveli béka. A tiszalóci holtisza gazdag élővilága nem csak az itt élők kincse, hanem az ide látogató természetkedvelő turisták és horgászok vonzó célpontja is. A Tisza ezen szakaszán a háborítatlan természetben csónakkirándulások kapcsán igazi felfedező túrák tehetőek. A legrégebbi leletek bizonyítják, hogy időszámításunk előtt 5000 körül is már létezett a település, de a legjelentősebb régészeti leletekre díszpolgárunk, dr. Patai Pál bukkant itt a településünk határában, aki egy bronzkori település maradványait fedezte föl, és rengeteg tárgy, temetkezési hely bizonyítja azt, hogy akkor már jelentős település létezett itt. Hogy a múlt emlékét hűen őrizzük itt a településen, 1991-ben megnyitottuk tájházunk kapuit, ahol a településünk lakói által adományozott tárgyakból sikerült berendezni ezt az épületet, és azóta is üzemeltetjük. Úgy gondolom, hogy a múlt század paraszti kultúrájának minden területéről találhatók itt tárgyak, tehát a ruházat, a népviselet, a székek, asztalok, a mindennap eszközei, amit a munkák során használtak az emberek. Nem sokára körbe megyünk, aztán megmutatom egyenként is. Tájházunk tartalmaz egy tiszta szobát és két másik helyiséget, ahol a akkori paraszti kultúra mindennapi eszközei és kézzel készített fali díszek találhatók. Tiszalúc a Takta és a Tisza folyó torkolatánál alakult ki. Ez a terület egy igazi vadvízország volt. Itt az ártérben az emberek pákászkodtak, haláztak, gyűjtögettek gyümölcsöket, gyógynövényeket, és ebből éltek. A terület jelenleg a Kecsnyiteni Tájvédelmi Körzet része, ami ornitológiai szempontból is egy világhírű terület. Külföldről is járnak ide határba fényképezni a védett madarakat, ritka védett madarakat, mint például a szalakóta, a fekete gólya, a szajkó. A Tisza szabályozása után határunkban egy 14 kilométeres holtág maradt hátra, amely kitűnő horgásztó, bővelkedik ponyban, harcsában és ragadozó halakban, melyeknek a kifogásához egy kicsit több rutin kell, mint egy telepített tavon. Térségünk számos kikapcsolódási lehetőséget biztosít az ide látogatók számára. Tiszalúcra könnyen megközelíthető Tiszaújváros, Miskolc vagy a Tokaji borvidék, de itt van a közelünkben a Tiszadobi kastély is.